Tehát ez a nobusz, amit használni fog százalékben, így néz ki, itt alul van egy sárga gomb, ezt megnyomod, ettől tud a monitort kinyitni. A monitort el tud így forgatni viszonylag széles tartományban, ez nagyon hasznos funkció. Hátul tudod a tápot csatlakoztatni ehhez. Itt van egy jelzés fönt, hát megtalálja az ember, vagy nem. Jó, így bedugtad, oké, ezt bedugtad, elhalítsd meg. A fej csatlakozáson, ugye itt van a fej, így, ide bedugod, és ezt fölhúzod. Ennyi. De, tovább, bekapcsolás, itt van ez a fekete gomb, ezzel bekapcsolod. Egy perc alatt áll föl, pillanat megállítom. Ott tartottunk, hogy bekapcsoltuk a gépet. Beteget úgy veszel föl, hogy rányomsz erre a beteg ikonra. Amint rányomtál, megjelenik itt, amit ki tudsz tölteni. Ha elkezded írni, hogy mondjuk S betű, akkor látod, van egy rakat, ami kijelölődik. Valójában mindig fölírja az előzőeket, azt is lehet választani. Ha biztosra akar menni az ember, akkor keres egy újat, tehát ha ezt ugye sárkánynak hívják, mondjuk, akkor sárkány, még mindig van sárkány, akkor ha beírni a születési idejét, mit tudom én, hogy 97, és akkor már nincs több sárkány. Tehát amikor ez meg. Utána még egyszer rányomsz a patientre, és innentől kezdve a sárkány néven működik, itt van látod a sárkány, ide van kiírva a betegnek a neve. Alapbeállítások. Ezzel a gombbal, ami itt van, ezzel tudod a mélységet állítani, ha tekered. Értelemszerű. A fókuszt ezzel a kis bigyóval tudod, ez is egy tekerhető. Ugye most lejjebb van a fókusz, most följebb van a fókusz. B módban van ugye alap esetben. Na most, hogyha kolort akarod nézni, az csak úgy működik, azt hiszem, hogy ha frízeltél, akkor látod, elaludt a lámpa. Tehát csak úgy tudod a módok között ugrálni, hogyha freeze-t fölengedted. Ha frízel van a gép, akkor elalszik ez a lámpa, csak az ég, ami legutóbb élt. Ahhoz, hogy módosítsad, a freeze-t föl kell engedni. Ezt a gombot használjuk nagyjából egyedüliként. Ha rányomsz, akkor a hagyományos kolor jön ki. Mindegy, most kevés a zsebér. Oké. Alatta van a fine flow. Rányomok és elhallgatok, hogy lássad, mi történik. Tehát ez egy kicsit szebb kolort ad, és akkor itt van az elasztó, aminél a következő, mutatom, ezzel tudod a képernyőt lejjebb vagy följebb vinni. Jó. Erre rámész, és akkor így tudod a nagyságát változtatni. Tehát ezzel a két gombbal, ami mások is így ott most, akkor ez a nagyság jó, megint rányomtam és bekeretezem. Most azt hiszem elhallgatok hát valamit mutat. Oké, azt mondtam, hogy fővettem egy rakat ciklust, ezzel a trackballal mész vissza, és hát itt meg tudod nézni. Én nem használom, szinte nagyon ritkán használom, tancíros célból veszek csak föl, rohadt sok idő, de ha mégis használnád, ugye a soft, a piros rész, a kék meg a kemény rész. Hát ennyi az elasztó. Tehát még egyszer, fölengeded a freeze-t, B mód, erre rámész, akkor sima color, erre rámész, fine flow, erre rámész, elasztó. Gyakorlatilag ezeket használjuk. Tehát eddig, ugye, hogy is van, ugye visszafrízelem, tehát visszamegyek a B módra, tehát mutattam a mélységet, nem a mélységet, de ezt a gombottól a képernyőt, hogyha mélyebben van a pajzsmény, ezzel állítod a fókuszt, és ez a két funkció van. Na most a mérést mutatom meg. Ugye megállítom, itt van ezen a négy osztatón, ezt megnyomod, és innentől kezdve csak ezeket kell majd nyomogatni. Tehát először beállítod a egyik pontot, rányomsz, elmész a másik végére, megint rányomsz, kijelöli a következő mérés kezdőpontját, megint rányomsz, és kijelöli a másik, kijelöli a másikat. És akkor itt megjelenik, hogy 15x8x17. Oké. Tehát ez a mérés. Tehát ezt használjuk, és csak ezt. Freeze-t fölengedem. Most azt mutatom meg, hogy képet hogyan rögzítesz.
ugye, fölengedjük a izét, megállítom, és a rec egyel tudsz képet fölvenni. Rányomsz a rec egyre, és itt fölvillant valami, elkezd rögzíteni. Most mutatok neked, ami kicsit hosszú lesz, és mondom, egyáltalán nem áll várás, hogy videókat rögzítsél, de ha néha érdekes esetleg lehet, hogy működik. Mutatom, hogy mi a helyzet. Videót úgy tudsz rögzíteni, hogy gyakorlatilag maximum azt hiszem 28 másodpercet tudsz két részletbe viszonylag nagy tökörés árán fölvenni. A következő a mechanizmus. Amint végeztél a vizsgálattal, ha van egy érdekes beteg, akkor a legutolsó fázis, amikor már mindenen túl vagy, és föl akarod venni, akkor áldozzál rá egy kis időt. A következő frízeled, ugye, és innentől kezdve, hogy fölengedett, kezdi a memóriájába eltárolni a képet. Mondom még egyszer, 14-28 másodpercet van. Fölengeded a frízt, és elkezded szkenálni a beteget. Szkennelünk most azért, hogy több legyen, mint 15 másodperc, szerintem már nagyjából több. Jó. Megállítod, és utána a rec 2-re rányomsz. Rec 2-re rányomtál, itt megjelent, hogy 549 képet rögzített el. Egy-egy videó maximum 304 képet tud tartalmazni, tehát ezt az 549-et ezt két részletbe tudod fölvenni a következő módon. Rámentél ugye a rec 2-re, itt mindjárt megjelent egy ilyen, hogy search for start frame. Ez azt jelenti, hogy ki kell jelölnöd a rögzítendő videónak az első izét, ezt a trackball-al tudod kijelölni. Ha az elsőtől akarjuk rögzíteni, visszatekerem a legelejére. Oké, itt vagyunk az egyesen. Még egyszer megnyomom ezt a gombot. Itt meg az van, hogy search for end frame. Megint elkezdem a trackból tekerni, de maximum 340 lehet az teljes tartomány. Tehát itt eljutok 1-től mondjuk a 327-ig. Még egyszer megnyomom ezt, és itt, ha látod, itt ez a creating fölvillan. Mellesleg meg itt elkezd a számláló szaladni. Most meg fogjuk nem sokára állítani a videót, mert nem várjuk végig, akkor jöjjünk vissza, amikor már ott lesz a végén, úgyhogy visszatértünk a videóhoz, most már 327-ig ugye eljutottunk. És akkor megnézed, itt még mindig szalad ez a izé, és eltűnt. Tehát ennyi időt rögzítette az első időt. Na most, ha a következő, tehát a folytatást is rögzíteni akarod, akkor a következő rányomsz a recre még egyszer, most a start frame automatikusan ott maradt, az előzőt befejezted, és a 327 és az 549 kép közt ugye kevesebb, mint 340 van, tehát most innentől kezdve a start frame ki van jelölve, rálépsz, és eltekered az endig, ami az 549. Most nem akarom eddig eltekerni, hogy ne legyen ennyi idő, tehát mondjuk ennyit akarom csak. Bocsánat, fölben. Mivel léptél rá? Ezzel, tehát ugyanazzal. Jó. És amint még egyszer rálépsz, akkor elkezdi a fölvételt. Tehát most ugye nem mentünk a videó, hogy ne húzzuk az időt végéig, de ezt most akkor végigvárjuk. Tehát ez az a gond, hogy csak a vizsgálat végén lehet megcsinálni, mert közben nem tudsz dolgozni. Én ezt úgy szoktam csinálni, mert én azért fölvettem a videókat, egy évig használtam ezt a gépet, nem mindenkinek, de sokaknál, hogy a vizsgálat végén külön ezt a procedúrát eljátszottam, és amikor elkezdte menteni magát, látod, most már közben befejezte a 453-at, most már lementette, eddig én visszaültem az asztalhoz. De mondom még egyszer, nem elvárás, érdekesnél föl tud venni. Hát ez volt a beteg, és akkor most csak azért, megyünk. Ez volt, befejeztük a betegnek a vizsgálatát. Most jön az új beteg. Tehát mit csinálunk? Rámegyünk erre a patient gombra, ugye kijelöljük a betegnek a nevét. Egyébként az is lehet, hogyha ezt jelöljük ki a patient name-et ezzel a tabbal, akkor lehet, hogy nincsen problémánk. Igen, az lehet, hogy ez egy évig nem jöttem rá, de most rájöttem, akkor nem lesz probléma vele. Tehát most lehet, hogy érdemes a patient ID helyett itt a tab, itt van az ujjam, itt ezzel rámentünk erre a mezőre, és ide beírod a patient nevet. Ja, hülye vagyok, ezt kellett volna csinálni. Egy éven keresztül nem csináltam, jó? Beírtuk FTGTGT-nek hívják a beteget, még egyszer patient, viszont a patient ID-t nem írjuk be,
akkor megkérdezi tőlem, mi akkor ezt nem csináltam, egy yes-szel le kell okézni, ugye ezzel okézok, ez az okézó gomb, és akkor most elmentette remélhetőleg, itt van a beteg neve, FTGTGT, jó. Megint megcsináljuk a vizsgálatot, jó, oké, egy képet rögzítünk, fixáltam, REC 1, és azt mondjuk, hogy vége a rendelésnek. Na most mi történik, ha ki akarod menteni a képeket? Ha ez nem élne, most világít, de csináljuk úgy, hogy nem él, ugye ha freeze miatt ez elaludt, de ezzel tudod visszahozni. Gyakorlatilag ezzel a nyíl gombbal, ha erre rámész, állítsd meg, Osi. Tehát ugye egy pendrive-ot, azt mondom, utólag megmutatom itt, gyere, Osi, mutatom, ide oldalra dugtam be a pendrive-ot. Jó, tehát be van dugva a pendrive, ugye? Még egyszer, ennek kell világítani. Világít, rámész. Na most itt van egy üres mi a nyavaja. Rámész az egérrel, vagy a trackball-al a search-re. Nem jól csináltam, ne állítsd, Osi, nem jól csináltam. Azért nem csináltam jól, mert megmondom, mit csesztem el, nem léptem ki az előző beteg vizsgálatából. Tehát bezárom, bocsánat. Bezárom az ablakot. Ugye még mindig ez az FTGTGT van, tehát elcsesztem, a következőt kell, amikor a rendelés végén vagy először ezt a gombot nyomod meg, eltűnt az aktuális beteg, most mész rá erre a gombra, most mész rá a search-re, select all, és kijelölte gyakorlatilag, ugye két betegünk volt, az egyikből egy képet rögzítettünk, a másikból meg videót, meg nem tudom mit. Tehát kijelölted az összeset, rámész a copy-ra. Oké. Na most ez, mivel ha videót nem veszünk föl, ugye szalad a transferring, ez viszonylag gyorsan kimenti a képet. Én ugye azt szoktam csinálni, hogy két óránként van 6 vagy 7 beteg, akkor van egy kis szünet. Amikor kiment a szünet előtti utolsó beteg, akkor szoktam kimenteni a képeket, de ez még ha videót veszek föl, akkor is sokkal gyorsabb, mint a CX50. Ugye a CX50-en mondjuk 20 betegnek a kimentése az, vagy 30 perc is lehet, amikor egyszerre menti ki az ember, gondolom te is részletekbe szoktad. Ez sokkal gyorsabb. Szerintem, ha a rendelés végéig meghagyod az összeset, akkor se kerül többbe 10 percnél, pláne, hogy videókat alig rögzítünk, de ez a menet. Pillanat, megállítózunk. Nem tudom, látod-e a kéket, itt alul szalad a kék, még körülbelül egy negyede van hátra. Csak azt akarom megmutatni, hogy mi történik, amikor eltűnik ez a transferring. Valamiért nem akar eltűnni. Ja igen, azért nem beszéltem, az utolsó előtti volt a videóasztal sokáig, nem baj, most már ezt hallom. Jó, eltűnik mindjárt, látod, mindjárt teljesen kék, mindjárt el fog tűnni, eltűnt a kék. Amint kimentetted, a következő a teendő, ha nem lenne a select all-on, akkor mondjuk legyen a select clear, még egyszer select all, és egyszerűen delete. Kitöröd az összes képet. Megkérdezi, kitöröd? Igen. Amint kitörölted, a close-zal tudsz visszamenni. Azt hiszem ennyi. Oké. Okay.